Végre iskola, gyere Szabi, gyere Szabi! Gyubi, végre iskola! Elkéstetek, folyátszák! Bocsánat, tanár új, megjöttjük! Nincs bocsánat! Jó reggelt! Tisztelet! Jó reggelt! Srácok, a következő pégítésről nem máshol lesz, mi Nyíregyházán! Vadonatúj megújult programokkal várunk titeket, Szabival, Kissel és velem. Szóval, hogyha nyíregyházi vagy, vagy a közelében laksz, akkor ott a helyed. Ugyanis egy vadonatúj zenénket is be fogjuk mutatni, amit még nem raktunk fel YouTube-ra. Szóval, hogyha nem akarsz lemaradni nagyon menő élményekről, akkor csákolj fel a pgtdani.hu-ra, amit a leírásban megtalálsz, vagy pedig pgtdani.hu-t beírod a Google-be, és már tudsz is vásárolni jelket, és ott találkozunk. Vigyázz! Én vagyok a hetes tanár úrnak, tiszteltel, jelentem. Nem mondtam, hogy egy megszólalhat. Jó van, bocsánat. Tiszteleg. Tiszteleg. Vigyázz. Igen. Na, szóval gyerekek, most a mai órán tanulni fogunk a második világháborúról. Tanár úr, anyukám üzent önnek valamit, átadhatom? Nem. Na, jó van, oké, bocsánat. Szóval. Ki az az okos, aki tudja, hogy mikor kezdődött a második világháború? Én tudom! Én is! Kékruhás fiatalember? 2026. Úristen, én tudom! Magamat. Én tudom! Igen? 1400-101. Ugye? Ezt honnan tudta? Nem tudta! Hülye, mint te! Én tanultam. Ja. Vagy várj? Normálisak vagytok? Én igen. Hát próbálok. 1939, úgy kell tudnotok, mint a születési éveteket, sőt, jobban kell tudnotok, ugyanis én, engem nem érdekel, mikor jöttetek világra, viszont engem érdekel, hogy mikor kezdődött a második világháború. Azt is tudom! Én... Ha az 1900... Kifele! Én ezt nem tudom, kifele! De most én csak mondanám. Kifele! Jó van. Tanár úr. Remélem veled... Ezt most remélem nem csináltad meg. Bejött, az nincs ablak, hát nem tehetünk róla. Akkor is azt mondta, hogy kifele. Szóval, fiam, te most felelsz, és hogyha jól felelsz, akkor a hülye barátod visszajöhet, addig viszont nem. Akkor, ha már akarom szivatni, akkor direkt rosszakat mondok, oké? Hát az engem nem érdekel, legalább addig se fogom idegileg kiölni magamat. Szóval, barátom, ki volt a második világháború alatt a Szovjetuniónak a diktátora? Ezt tudom. Az a S betűs. Hát, majdnem. Nézd már innen! Orbán Viktor. Én tudom, én bejöhetek. Segíthetek, Lici. Hanyadikosok vagytok? Hát, 2-1, nem tudok számolni. Hát, tavaly voltunk. Hihetetlen, nagyon jó, hagyjuk a történelmet, mert ezek szerint ez nagyon nem megy. Maradjunk akkor a mateknál. Juhu! Juhu! Az nekem nagyon megy. Hát nagyon tálom, fiam, ugyanis hogyha el sem fog menni, akkor betöröm a baseball-zitébe. 5 piros pontom is volt matekból. Hát ennek én nagyon örülök. Nekem 3 fekete pont. Végképp nem. Szóval akkor jöhet a matek. Szóval ki tudja, mi az a hatványozás? Én tudom! Kék? Én. Hát 60-nak az ásványozás, mert ányozásos dodkodás, tudod? Fogd be! Én! Zöld. Én! Na, ugye van a 60, és ha elosztuk azt az ásvánnyal, akkor 30-ot kapunk. Ugyanezt mondtam, ne kopizd már, ember! Nem! Tudjátok mit, srácok? Olyan jól válaszoltatok, hogy van egy ajándékom. Álljatok így a falnak! Igen. Így a falnak. Bujocskázzunk! Mindjárt hozok egy ajándékot. Szia, Dani! Szia! Ne féljetek, nem lesz semmi, igaz? Mondom, hogyha visszanézhettek. 3, 2, 1, forduljatok meg! Tanár úr, eltűnt a fél iskola, akkor ez azt jelenti, hogy hazamehetünk? Nem! Ez egy büntetés volt, azonnal ide! Most kezdődik a testnevelés óra. Na jó, van már. Focizunk. Nehogy focizunk, te miről beszélsz? Látod te azt a kaktuszt ott a távolba? Aha. Zöld! Elindult. Hozom ide! Elkapom, tanár úr, pillanat! Nem, vissza. Gyere vissza, zöld! Ja, kapok fegyót. Ja. Hát így tartsd ki. De ez ugye játékpisztoly. De vagyis. Tará. Várjál, Szabi! De béna vagy, tanár úr, itt van a kaktusz, tessék. Ide adtam, mind a hármat. Na. Legalább testnevelésből nem vagy egy analfabita, azonnal az itt. Na jó, van.
Állj már le, hülye gyerek! Áú! Na, tanár úr, mi a következő feladat? Következő feladat az egy nagyon-nagyon egyszerű dolog lesz, és hogyha ezt nem tudjátok megcsinálni, akkor ki fognak neked rúgni ebből az iskolából. Ajjaj, akkor... Na, készen állunk, igen, mindenre készen állunk, tanár úr, csak mondja szóval, a bevetést. Egy pillanat. Tehát ez egy ilyen ugrásrekord lesz, és körülbelül mondjuk idáig kellene felugranatok helyből. Aha. Na, gyerünk, lehet próbálkozni. Nekem ez a max. De nem lesz, folyamatosan ugrátok, egy nagyra van szükség. Kész. Ember, hogy ugrott fel? Ötös kaptam. Na, az egy stréber, ki fogjuk csúfolni a többiekkel, ember? Mi az a stréber? Na, nem ötös... is rossz. Tanár úr, várjon! Én tudok még ilyet? Hogy ne tudnék. Még erre rá is tudunk rakni egy pár blokkot. Na jó, van elegem a belőletek tényleg. Várj, Dani, van egy olyan. Na, akkor jöjjön, várjunk. Dani, azonnal csináld meg. Mit, hogy csináljam meg? Na, várjál! Tanár úr, kérem! Mi van? Kérem, mászhatunk kötelet a szakállán, kérem! Nem, én felfogom magam egy kötéllel kötni. Na, Dani, maga ki van rúgva, maga pedig, az is, maga is, mert csoportos kedvezmény van, ne ezt szomorítsák tovább az életemet. Ez az kedvezmény! Előléptettek, nem kell többet suliba járni! Hú-hú! De kell, csak máshova! Ne! Hova? Nyári gyerek vagyok! Úristen, még nincs nyár. De már nem sokára az lesz, szóval srácok, hogyha le akarjátok csekkolni a vadonatúj nagyon menő PGT-s termékeket, akkor csekkötök fel a PGT.hu-ra, ugyanis nagyon menő kínálatunk van. Többek között meg tudok venni, hogy engem, Szabit és Húsit is. Szóval, hogyha te is be akarsz csatlakozni a PGT teambe, és toppon akarsz lenni, akkor csekkold le a shopot a leírásban, vagy pedig írd be, hogy PGT.hu. Na, mindenki megjött végre, köszönöm szépen, ha mutatkozzak be, egy új tanár vagyok, mindenki hívott engem igazából a tanár úrnak, szóval... Kussolj már, hülye gyerek! Te lesz az elsőket, meg foglak buktatni! Na, szóval mutatkozzon be mindenki! Maradj csöndbe és ülj vissza, hogy levágnak ezzel a baltával! Vissza! Na, szóval mindenki mutatkozzon be egyesével, elsőnek ez a kartfogó macskát kérném. Nem vagyok kapcsolom, mocska hussjál, nem szeretem a halat. Jó, te itt középen. Szabi vagyok, és szabad időmben unikornisokkal teázok. Jó, lesz itt a stréber, te itt, kutyuska. Apkámat előbásznak hívják, és beleszed perelvet egy csícskanyát! Na jó, van, maradjatok csöndbe. Szóval, srácok, mi is lenne jobb igazából, mint egy jó kis... Mi bajod van? Na, jó van, oké, magyaró. Na, szóval... Kezdjünk nyelvtannal! Mindenkinek odaadok egy könyvet. Itt van egy a mizének, morcos kutyának, egy a gyíknak, meg egy neked. Na, nem neked, a zöldre mondtam. Na, szóval... Én vagyok a gyík. Kérem szépen, hogy ez egy nyelvtan helyesírási verseny lesz. Aki helyesen leírja a szavakat, azt fog nyerni. Három darab szó lesz, szóval az első... Első, írjátok le azt, hogy Dani. Nézzük, hogy ez az eléggé könnyű. Igen, le tudjátok írni a nevemet. Dani, közben megnézem a naplót, hogy hányasok is vagytok. Én 2,11. Jó, van már, na. Szóval első, Dani, mindenki leírta. Második, legyen az, hogy kis noob. Ezt is szépen ügyesen leírni. Kicsi noob. Na, nem, ne súgjatok egymástak. A következő harmadik szó az, hogy megszentségtelenítetetlenséges kérdéseitekért. Szóval ezt írjátok le. 5 másodpercetek van. 5, 4, 3, 2, 1, és kérném a dolgozatokat. Ez itt a macskáé. Igen. Na, zöld ruhás, dobjad szépen. Bocsánat, csak befejeztem. Na, dobjad gyorsabban, köszönöm. De ez ötösnek kell lenni. Alá is írta, kicska. Na. Jó, oké, kezdjük szépen a macskával. Nézzük, Dani, kis nub. Megszent. Jó, oké. Ez egy kegyelem. Ez egy kegyelem kettes, parancsolj. Nézzük, Dani, kis nub, megszentségtelenít. Na jó. Nem tudom olvasni. Legyen... Legyen hármas, jó? Legyen egy hármas. Jobb lesz, mint a macskai. Nézzük kisét. Mi a neve az erős magyar írónak? Obszidián Janos. Mit mond Petőfi Sándor, mikor meleg vízbe ejti a kottáját? For adalom. Te nem is figyeltél az órákra? Nem figyeltem magad, egy csúcska! Na, jól van, akkor ezt igazából itt így el is égetjük. És nagyon jó. Hanyos! Megvan az első egyesünk, gratulálunk, nagy tapsot kisnek mindenki! Köszönöm! Az első egyesünk. Na, szóval... Mi vagyok az első?
Na, srácok, eljöttünk igazából a boncolás órájára. Itt szóval, a levél, itt a levél. Ezt a sztéket fogjuk felboncolni, hogy megnézzük, hogy milyen titkos elemekből áll össze ez a sték. Szóval, mindenki egyesével jöjjön ide, adok egy kést. Gyorsan. És mindenki szépen boncolja fel ezt a sztéket. Te mit laptopozol? Órám! Mit csinálsz, fiam? Na, add ide azt a laptopot szépen! Szóval, ezt is elégetjük. Ez mi? Ennyit erről. Na. Azt a széket ragd vissza, vagy pofán váglak. Na, ragd vissza a széket. Na. Tessék, gyorsan olvasd el. Mit írogatunk egymásnak? Semmit. Na, azt a levelet szépen el is veszem. Köszönöm szépen. Ajaj. És mit is írt bele a zöld ruhás? Ez a tanár béna, igen, igaz, észre se veszi, hát mert buta, majdnem elloptom a laptop. Mi van? Mi balad van, zöld ruhás? Semmi, azt mondta, boncoljam föl magát. És kés van nálad? Hát tizi, ön adta. Na jó van, be a sarokba, oda a sarokba, gyerünk. Na jó van, megnézzen a kutya hova ment. Kutya? Haló! Szállj le a motorral! Na jó van, oké, így is jó. Na, menjünk szépen vissza. Na, hol vagytok? Nem ez a terem volt az? Na, hol vagytok? Na, vissza órára, mi nem mondtam, hogy el lehet menni? Oké. Okay. Mindenki vissza szépen órára, szól a kutyától, ma sajnos el kellett búcsúznunk. Na szóval, a következünk egy robbanás tesztelés lesz, remélem mindenki készen. Mi ez a hang? Mi ez a hang? Képzelő. Mint ha valaki fúrna. Na. Ja, megjöttem. Na, szóval nagyszerű, végre megjöttünk. Ja. Pont tökéletes időben, hogy is robbanást fogunk tesztelni. Na, mindenki ki kémia óra van, srácok. Szóval... Na, tudjátok, hogy mi az a robbanás, ugye? Evés. Amikor így találkoznak az atomok, meg ilyenek. Na, szóval, kutya, rajtad fogunk tesztelni, mert úgyis bátor vagy. Szóval, kiskutyus, ragd le azt a redstone fákját szépen. Na szóval, kiskutyus, állj oda a piros kockára. Na szóval, egy kis robbanást fogunk tesztelni, rakjuk szépen így körbe a kutyust. És akkor robbants kis fel. Na ugrálj, kutyus, és hogyha minden igaz, a gravitáció annyira fel fog téged vinni. Nem. Ez lefele ment. Jól vagy? Hát jó, ki szeretném utána menni? Én szeretnék. Na, miért van rakétavető? Na, azt add ide szépen. Felhozom azt a kutyát. Na várjatok, gyerekek, szóval ezt a rakétát hol vagy kell használni? Látok, hol vagytok? Jó, nem a fa mögött. Na jó, felrobbant a terem. Na jó, mindegy, én is untam ezt a iskolát. Na jó van, gyerekek, én azt mondom, hogy mire úgyis felrobbant már a fél terem, meg minden, hazamehettek, és vakáció van egészen örökké, soha többet nem kell jönnök a suliba, jó? Na, menjünk haza, én sakrok veletek szívinkat, többet, ennyi volt. Srácok, remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és döntsétek el, hogy melyik iskolába járnátok szívesebben, az első vagy a másodikba. Írjatok le kommentbe, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!